Nikmond Beáta tőzsgyökeres kispesti, azon belül is vekerlei. De a kispest díszpolgára kitüntetést nem pusztán ennek köszönheti, hanem több mint fél évszázados munkásságának is. A szobrásznőt a szakma 2013-ban munkácsi díjjal jutalmazta. Most a Városházán paszteljeit állította ki az önkormányzat. A városvezetés nevében Vincek György, alpolgármester köszöntötte az alkotót és a vendégeket. Az alpolgármester felidézte a napot, amikor többekkel együtt ő is ellátogatott a művészhez, hogy meglesse munka közben. Beáta akkor azt mondta, egy szobrásznak ilyen a hétköznapja. Most ez lett a kiállítás címe. Hétköznapjaim. Engedd meg, hogy indításképp egy kemény Zsigmond idézettel álljak elő. Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk. Hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek. Meg a munka. Az alpolgármester után Skoda Éva festőművész, a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület elnöke rendhagyó módon nem szakmai szemszögből, hanem barátként köszöntötte pályatársát. Nekem nagyon fontos az, hogy azt nézem, hogy valaki 81 évesen hogyan maradt talpon, hogyan boldogul, hogy él, és milyen örömöket talál az életben. És tulajdonképpen erre nagyon jó példa nekem a Bea, és figyelem őt árgus szemekkel, hogy hogyan is kell élni ezt a 81 évet. A falakon függő képek szinte kivétel nélkül életörömről, szeretetről, kapcsolódásokról szólnak. Hiába a sötét színek, hiába a múlt idézés. Bea sokszor mondja, hogy fest, és én mindig kiigazítom, hogy ez nem festés, ez pasztelezés, ami egy olyan műfaj, ami színekkel dolgozik ugyan, de ahogy említettem, kész színekkel. És a Bea ezeket sokszor megerősíti nagyon erős kontúrokkal, tehát ő nem puhítja, nem oldja föl, nem vattásítja ezeket, hanem nagyon erős keretek közé, nagyon stabil, statikus, mint ahogy a szobrai is, azok töményen, tömören, és ettől jelennek a figurák kicsit ilyen krumpli figurákká, ilyen kicsit ilyen bufordivá, és talán egy kicsit ilyen vidámmá vagy komikussá, ami teszi ezeket a munkákat. Sokszor lehet látni, nagyon sokszor őt ábrázolja egyébként maga a mű. Az itt kiállított képeken is gyakran megjelenik a gyermeki arcú figura, aki nem más, mint maga az alkotó. Már nagyon keménynek látszom, de ha nincs érzelmed, akkor nincs, hát a zenében is az van. A technika nem elég. Ha nincs benne az, hogy átadja magát a Chopinnek, akkor az nem ér semmit. Nekem csak egy a lényeg, hogy a festészetet jól csináljam. Mert ha varrónő lennék, akkor igyekeznék nagyon divatos, szép dolgokat csinálni. A képek az életről szólnak. Arról az életről, amelyet Nikmond Beáta él. Skoda Éva úgy fogalmazott, Bea úgy mutatja meg magát, ahogyan van. A képek megoldást kínálnak az öregségre, bemutatják, hogy az alkotással hogyan lehet erőt meríteni a mindennapokból. Szeretnék olyan lenni, mint a Cézanne volt, hogy én hátralépek, és a megmaradt munkáim azok, ha 50 év múlva valakinek egy ilyen kergenőnek, mint amilyennek engem néha tartanak, örömet adok, akkor nem éltem hiába. A nem soká 81. születésnapját ünneplő művésznek Gajda Péter polgármester és Vincek György alpolgármester együtt adták át a virágcsokraikat. A képeket május 24-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Városháza aulájában.